Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbe esett rettegés támad a népek között, a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett a ti megváltástok. Vigyázzatok el, ne nehezedjék a szívetek topzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban, így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Vigyázzatok hát és imádkozzatok szüntelen, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az emberfia színe előtt. Ezek az evangélium igéi. Akár úgy is tűnhet, testvérek, hogy az evangélium ijesztget bennünket. Vigyázzatok! Akár úgy is tűnhet, hogy az evangélium be akar zárni bennünket. Félelemben, rettegésben várjuk azt a napot. Egyáltalán nem erről van szó. Igenis szó van arról, hogy mindenkinek számot kell adnia. Igenis szó van arról, hogy mindenkinek meg kell állnia az ítélő előtt. És szó van arról, hogy nem tudjuk se a napot, se az órát. Miről van szó? Arról, hogy minden nap mindenkinek, bárhol is él, egészen egyszerűen tisztességesen kell élnie. Félelem nélkül. Mert tudjuk, hogy a názareti Jézusban velünk az Isten. És tudjuk azt, hogy az ő első eljövetele által valóban elérkezett hozzánk a megváltás. De ha körülnézünk a világban, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a tél még megváltatlan, ahogy a Nagy Gáspár fogalmaz az egyik versében. Igen. Mondhatjuk azt például, hogy Európában a keresztények csődöt mondtak. Igen, mondhatjuk azt, hogy ennek a világnak talán sokkal jobban, mint máskor. Szüksége van arra, hogy azok, akik fölismerték Jézust megváltójuknak, akik Jézusban az Isten gyermekei, jelen legyenek, megnyilvánuljanak. Mert új eget és új földet várunk. És ez a megváltatlannak tűnő világ, mert még nem fogadta be a megváltást, sóvárogva várja Isten gyermekeinek megjelenését. Igen, szó van arról, hogy mindannyiunkra kivétel nélkül szüksége van ennek a világnak.
ott, ahol vagyunk. Karácsonyra készülünk, a fény ünnepére, a legnagyobb ajándék ünnepére, amikor az Isten személyre szólóan ajándékoz meg bennünket a názáreti Jézusban. Bocsássanak meg a testvérek, akik ismerik a történetemet, de hát 20 év alatt minden valamire való tihanyi templomba járó el tudja mondani, hogy a prédikációból éppen most mit hagytam ki, mit kellett volna még belemondani, vagy el tudna mondani helyettem egy adott vasárnapi prédikációt, alig, hanem így van. Nyíregyházán jártam, az ottani Szent Imre iskolában, előadást tartottam gyerekeknek Szent Imre ünnepén. Mindig nagyon nehéz gyerekre szólóan beszélni, főleg, hogyha az ember egyre inkább távolodik a gyerekkortól. De valahogyan úgy látszik, hogy sikerült megszólítani őket. Ott maradtam még ebédre, ebéd után is volt programom, és az ebéd után oda sonfordált hozzám egy kisfiú. Atya, olyan érdekes volt, amit mondott. Én csináltam az atyának valamit. Adnék egy ajándékot, elfogadja. Nem, persze, mutasd. És akkor a tenyerében, amely egyáltalán nem volt nagy, egy még kisebb dobozka, staniolpapírba csomagolva, átkötve egy masnival, atya, tessék, ezt csináltam az atyának. Jó van, köszönöm szépen, de áruld el nekem, hogy mi van benne. Nincs benne semmi, de én csináltam. Igen. Most, amikor mindenki a feje tetejére áll, hogy a fekete péntek után, amiről lemaradt, hogyan tudna mégiscsak valahogyan megfelelő ajándékhoz jutni, elfeledkezünk arról, hogy teljesen mindegy, hogy mi az, amit adok, ha nincsen benne az, hogy én csináltam. Ez a személyesség veszik ki ebből a világból, ahol idegen lesz mindenki a másik ember számára. Sikerül legyőznünk a technika eszközeivel, a technika segítségével a fizikai távolságot, de a technikai fejlődés emberi közelséget nem teremt. Az emberi közelséghez szükség van a szív tisztaságára. Az emberi közelséghez szükség van valamiféle, mondjuk így, vakmerőségre. Hogy igen, odaadom magamat, átadom magamat, átadom magamat a társamnak, átadom magamat a közösségemnek, átadom magamat azoknak, akiknek szükségük van rám. Igen, mindenkire kivétel nélkül szükség van, és a létezés önmagában titok és önmagában érték. És akkor hadd mondok el egy másik, sokak által ismert történetet az öreg asszonyról, aki sír, kesereg, mi szükség van rám, már nem tudok csinálni semmit, csak teher vagyok másoknak. És akkor megkérdem tőle, tessék mondani, unokái vannak-e? Dédunokáim is. És akkor azt válaszoltam neki, hogy tetszik tudni, lehetséges, hogy az Úristen azért tartja magát még életbe, hogy a dédunokái elmondhassák, hogy nekem van dédim. És ez az öreg asszony tovább sírt, de elmosolyodott. Igen, mondja, lehet, hogy azért élek még, hogy elmondhassák az unokáim, dédunokáim, hogy van nagyim, hogy van dédim.
a létezés önmagában érték. Nem a hasznosság az érték ebben a haszonelvű világban. Elfeledkezünk a létezésnek, az életnek a titkáról. És éppen az élet titka köszönt ránk majd karácsony ünnepén. Erre kellene készülődnünk. Ehhez kellene csendet teremteni saját magunkban, és ha lehetséges, a környezetünkben. De úgy látszik, hogy ez a feje tetejére állított világ mindezzel szembe fordul, mert annak van értéke, ami sokba kerül. Karácsony, ünnep, ünnepi készülődés. Az ünnepre várni kell. Az ünnepre nem lehet csak úgy beesni. 4 adventi vasárnap. 4 hangsúlyos felszólítás. Álljatok készen. Tegyétek tisztává a lelketeket, a szíveteket. Nyíljatok meg, mert közel van hozzátok mindenkihez az üdvösség. És ha megnyíltunk, ha befogadtuk az Isten személyes ajándékát, a názareti Jézust, akkor bátran mehetünk az emberek közé hirdetni, hogy velünk az Isten. És akkor mi magunk is, bár látszólag nem csinálunk semmit, ajándékká válhatunk a másik ember számára az Isten kegyelméből. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.